Köszönjük benneteket, a kedves nézőket! Jelen pillanatban egy gólyabot is folyik, amivel megbeszéltek szerint. Két madarat fogok kivenni. Ezt nagyon kicsit. Igen. Nagyon is indokolt. Illetve van egy... Nagyon éhes. Tűnik keveset elésenni valót kap. Van egy kocska láb, ugye? Amit... Istenem, melyik lehet az? Hát... Így nem fogom tudni eldönteni. Basz. Lehet, hogy mikor az ennyivalót kérik, akkor jobban látszik, de... Aki fel tudja ismerni, lehet egy szívesen kigyön fel valaki a telefonomon, jó? 30-as, 9, 870 és 782. Ezt így nem fogom meglátni, hogy melyik az. Igen, tessék, haló? Haló? Haló, Tamás, akkor nem ő van a kameránál? De, én vagyok fent, csak nem ismerem fel, hogy melyik a rossz lábú madár. Én mondom önnek, itt a kidőn felé fekszik, a kidőn felé néz konkrétan. Ez a legnagyobb? Azt mondja, hogy teljesen totálisan a kamerán, erre szerintem, teljesen ön felé néz. Amelyiket fogom? Igen, fogom, jövő, mert kicsit késik a kamera. Igen, késik a kamera. De hát ez a legfejlettebb madár a három közül. Hát ezt nem tudom, hogy kivegyük-e. Mindegy, ezt a madarat még ki tudjuk venni menet közben is. Ezt az öregek biztos, hogy nem fogják kidobni, mert a legerősebbről van szó. És azt gondolom, hogy... És kimerülés, mert hogy azért nem. Látszik, hogy annyira evez szegényként, hogy... Ő a legerősebb a három közül. Tehát ez... Oké, de ha olyan a baja, akkor nem kell... Akkor felmászok más. Még egyszer, nem tudok mit csinálni. Vagy nem tudom. A kicsit azt mindenképpen elvisszük. Nem tudom, ezt így felelőtt lesz. Nem tudom, mi persze, azonban sejtettem, csak hogy kérdés, hogy el fog-e tudni szegény kimállni ebből. Hát akkor majd ki lesz. Nem tudom, ezt meg kell kérdés. Figyelj! Egy pillanat, leszólok. Figyelj, azt látom, hogy a kicsi az oké, az nagyon kicsi. Viszont van a három közül, amire valaki azt mondja a telefonban, hogy azaz. De az a legfejlettebb madár a három közül. És ha nem azaz, már így nem lehet felismerni. Képtelenség felismerni. Vigyem le. Vigyem le, leengedem a... De hogyha úgy látod, hogy nem, akkor küld vissza, mert ez a legerősebb, jó? Jó. Az fog történni, hogy... Leengedem azt, lenn a földön megvizsgálják, és hogyha úgy látják, hogy vinni kell, akkor visszük, nem, akkor visszteszünk, és maximum a későbbiekben is tudják.
Peti! Amelyikre azt mondják, hogy le kell vinni a fiasét, de azért leküdöm. Aztán visszahozom, jó? Már nagyon erős madár, két félszer nagyobb, mint a másik kettő. Ezt hozzányúltak, azaz? Már egy kicsit késik a kamera. De azt azért hozzáteszem gyorsan, hogy az a legfejlettebb madár a három előttedik. Az is tűnt a legfejlettebbnek a képből is? Tehát az erősebbek közül az volt a legerősebb. Most kettő madár maradt a fészekbe. Így. És akkor a többit meg leengedtem. Nagyon jó pofák különben. Nagyon. Oké, most nézi lenne a nemzetvédelmi Peti, azt mondják itt a telefonban, hogy egyáltalán nem tud lábra állni ez a madár. Mi? Most akkor mi legyen? Biztos? Jó, hát egyébként nagyon jó tápláltnak tűnik. Jó. És a többi az nem? Többi az nem kuszik másik? Azok a minden oké, az a jó, akkor ezek nem vannak. Jó. Hát remélem, hogy nem rosszat adtam meg. Nem, jókat hiszel, legjobb kettő. Akkor ez... Ennek viszont örülök. Akkor jó szórakozás, minden jót kívánok a fészekhez, minden jót visszajövés. Ennyi történt, köszönjük a figyelmet, kaptam információt, két madár elment a sukorói madármenhelyre, Berkényi doktor úr kezelése alá, nagy gyakorlatukon a gólyák felnevelésével, tavaly előtt is oda került innen, ami a leggyengébb volt, sikeresen felnemelődött, gondolom van egy oldaluk a sukorójaknak, ha gondoljátok, figyeljétek a madárnak az ottani további sorsát, hát sikerülni fog, reméljük mindenki legnagyobb megerősödését. Köszönjük a figyelmet, és hát szép nyarat, hajrá gólyák, hajrá magyarok, Hungári utcában üdvözlöm az Emikét és a főmadarás Mészáros barátomat. Sziasztok! Thank you.
tessék. Na, halló, nem az Bézi vagyok. Most mondtam, hogy üdvözlöm a főmoderász, a Tomira. Mondjad. Neki újra a kérdésnek. Én is több telefon tudás érkezett, hogy a hogy nem az a kockalában éketek. Mindjárt a telefon bekapcs, hívnak. Jó. Igen, itt vagyok. Haló? 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 Most nem ennek a mennek, mert ott van. Igen, igen, igen. Aztán ezt így nem lehet kint hagyni így a képernyőn, hogy most majd lesz belőle valami, vagy nem. Persze lehet, hogy aztán helyre jönne. Jó volt, hátha nem olyan nagy a baj. Jó, köszönöm akkor, hogy beszélni, minden jó. Csereberét végrehajtunk. Akkor a legnagyobb tesó megy vissza. Igen. Dobba itt egy telefon. Egy pillanat. Na jó, akkor elvégzik. Reméljük ez lesz a végleges állapot. Igen, vagyok, haló. Jó volt a csere? Jó volt a csere. Jó. Hát akkor ez a végleges állapot, amit láttok. Reméljük mindenki legnagyobb megelégedésére. Rendben. Jó, hát igen, ezt mindenképp meg kell tenni. Hogy a kedélyek is, meg minden megnyugodjék. Jó, oké. Okay.
Akkor köszönöm. Szép napot. Hello. Jó, csak közben hívott a doktor, a Várkényi, hogy most már, igen, ez az. Mikó, megtalálta. Most már nem kell, hogy kikulóna gólyakaját. Köszönjük a türelmet, szép napot nektek, és szerencsét a gólyáknak. Yeah.